Na, a Fidesz alapító Bajár Zsolt durván személyeskedve nekem támadta Bajár Show-ban. Az a nagy kérdés, hogy Toroczkai László most a vagy magyar-e, avagy csak egy lumpenprolikat hergelő lumpenproli. Persze a Bajár Zsolt támadása érthető, hiszen én lepleztem le azt, hogy a hozzá köthető Trianon Múzeum alapítvány által 350 millió forint közpénzből megvásárolt Nagy Magyarország parkban indiai vendégmunkások állomásoznak pusztán azért, mert egy amerikai multi jó pénzt fizetett nekik, de nem csak ezt lepleztem le Bajár Zsolttal kapcsolatban. Még tavaly szeptemberben azt is én hoztam nyilvánosságra, hogy a Bajár Zsolt feleség által vezetett országos vérellátó szolgálat még 2021-ben közbeszerzés nélkül 18,2 milliárd forintért vásárolt PCR teszteket Bajár Zsolték ismerőseinek cégétől. És éppen a napokban derült ki, hogy ebből legalább 3 milliárd forintnyi PCR tesztet dobott a kukába az országos vérellátó szolgálat. De az is kiderült Bajár Zsolt válaszából, hogy neki aztán semmi baja nincsen a vendégmunkásokkal. Mi a baj is a vendégmunkásokkal? Mi? Önöknek valaha, csak hagyd kérdezzem meg, bármi konfliktusok volt az évtizedek óta itt élő kínai közösséggel? Volt valaha probléma? Például a kínaiakkal? Hallottak önök olyasmit, hogy indiai vendégmunkás rabolt, gyilkolt, erőszakolt és bombát rakott a buszon a seggünk alá? Hallottak ilyen? Én sem. 2 éves vízummal itt vannak, dolgoznak, hazamennek. És hogy mi a baj a vendégmunkásokkal? Hát ugye Bajár Zsolt azért nem sorolta fel a bangladesieket, pakisztániakat, afrikaiakat, pedig hát ők is jönnek, illetve jönni fognak, hogyha a kormány lehetőséget teremt erre, és hát azért tegyük hozzá, hogy Indiában sem annyira jó a közbiztonsági helyzet, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy éppen a videómból az derült ki, hogy a vendégmunkások nem is 2 évre terveznek, a kormány által bejelentett törvény, illetve jogszabályi korlátozás nagyon könnyen kijátszható, 1-2 hónapra visszautalnak Indiába, Pakisztánba, Afrikába, bárhova, aztán újra jönnek, tehát gyakorlatilag időtlen időkig itt maradnak Magyarországon. És hogy még mi a baj a vendégmunkásokkal? Hát az, hogy a multinacionális cégek zöme eleve már úgy tervezett, az amerikaiak pedig kiemelten úgy terveznek, hogy eleve nem magyar munkaerőre, hanem behozott, olcsó, jól szervezett, könnyen hozzáférhető vendégmunkásokra építenek. Ezzel pedig lenyomják, tartósan, alacsonyan tudják tartani a béreket Magyarországon, így aztán még több magyar fog elmenni Magyarországról, Ausztria, Németország, egyáltalán a nyugat irányába, és Magyarország előbb-utóbb ráadásul elveszíti majd így a magyar jellegét. És akkor végül még Bajár Zsolt személyeskedésére is szeretnék kitérni. Toroczkai László életében nem hozott létre még semmit. Semmit nem hozott létre életében. Semmi maradandó nem fűződik a nevéhez ennek a gazembernek. Nos, az a helyzet, kedves Bajár Zsolt, hogy te nagyon gyorsan felejtesz. 2001 és 2006 között ugyanis te is, Bencsik András is, sőt még Szijjártó Péter is látogattátok az általam megálmodott és az általam vezetett mozgalom által szervezett sok ezer embert vonzó Magyar Sziget Fesztivált, amely mozgatója lett a nemzeti újjászületésnek, de ti ezt az őszinte nemzeti újjászületést csak kihasználtátok, éppen úgy, mint a szintén civileknek köszönhető 2006 és 2010 közötti bátor utcai megmozdulásokat. Választási győzelemre, 2/3-ra, aztán egy korrupt rendszer felépítésére használtátok. És hadd mutassak még néhány maradandó dolgot, annyi különbséggel, hogy bár célja, tevékenysége helyes a Trianon Múzeum Alapítványnak, de azért mégiscsak több 100 millió forint állami támogatásból, közpénzből tudott működni az elmúlt évtizedben. Ezzel szemben, amit én mutatok, az szinte kizárólag tisztességes magyar emberek adományaiból, közöttük pedig a saját családom adományaiból valósítottuk meg. A nándorfehérvári várkapitánynak, Magyarország kormányzójának, Szilágyi Mihálynak állítottuk fel a történelemben első köztéri szobrát. A magyar állam több mint 500 éves mulasztását tettük így helyre. Az 1944-45-ös délvidéki magyarellenes népirtás első magyarországi emlékművét, a turulmadaras emlékművet a magyar-szerb határon és körülötte a délvidéki emlékparkot is adományokból hoztuk létre.
Szintén így állítottuk fel Gabriel arkangyal szobrát az ásotthalmi templomnál, és ápoltuk a délalföldi hagyományokat, közöttük bizony Rózsa Sándor hagyatékát is, és a Rongyosgárda első köztéri emlékművét is mi állítottuk fel, szintén adományokból, amellyel a magyar politika 100 éves mulasztását pótoltuk. És a sort még folytathatnám, de talán ez is több már, mint a semmi, és még egyszer hozzáteszem, ezeket szinte kizárólag adományokból valósítottuk meg, így sikerült talán maradandót is alkotni, nem pedig állami pénzből, közpénzből.